Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatóját, Szedlacsek Emiliát. Kezdi csókolom, üdvözlöm. Köszöntöm én is szeretettel a nézőket. A mai alkalommal a következő hónapra, szeptemberi hónapra koncentrálunk, hiszen most már így a nyarat magunk mögött hagyva tulajdonképpen elkezd pezsegni az élet a kultúra területén is, hát mindenki itt a nyári szabadságról visszaérkezik, és természetesen vissza minden a régi kerékvágásba. Talán a legelső programot, amit szeptember elejére tehetünk, arról beszéljünk, ez pedig az első ért szépe választás, illetve annak a válogatója. Ez egy újdonság itt a városban, ez akkor ott lesz majd a Szepes Gyula Művelődési Központban, oda lehet menni a jelentkezőknek. Milyen kezdeményezésnek a hatására indult el ez a verseny itt a városban? Azt gondolom, hogy más települések is mindig egy kicsit a szépség körül, vagy a bájosság körül, illetve hát a nem csak a női szépség, hanem a női okosság és a női intellektus mellett szívesen teszik le minden település, vagy minden város a voksát. És azt gondolom, hogy most a környezettudatossággal meghirdetett ércépe, első ért szépe verseny vagy vetélkedő, az azt gondolom, hogy egy különlegességnek számít. A művelődési háza a válogatónak lesz a helyszíne, tehát szeretettel várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szívesen elindulna egy ilyen versenyen. Szeptember 2-án a művelődési házban 10 órától 18 óráig lehet jelentkezni erre a vetélkedőre. Ha információim nem csalnak, 18 és 26 év közöttiek jelentkezhetnek. Így van. Van-e valami különlegesség, amire oda kell figyelniük ezen kívül még a jelentkezők? A környezettudatosságra én azt gondolom. Nézzék meg, hogy ebben a témakörben ő hozzájuk mi áll közelebb, és ők az ő életükben mennyire környezettudatosak, vagy mennyire váltak környezettudatossá az utóbbi időben, vagy az utóbbi években. Tehát akkor szeptember 2-a a dátum ennek a válogatónak, és szeptember 6-án pedig egy fotókiállítással várja az érdeklődőket a Szepes Gyula Művelődési Központ 18 órától. Valóban, Miénk a pillanat, ez a címe a kiállításnak. Az Érdi Duna Art Fotóklub meghívta két településnek a fotóklubját, a Sásdi László fotóműhelyt Budaörsről, és a Réti Pál fotóklubot Csepelről. Miénk a pillanat, mondjuk, ugye abban a percben, amikor fotózunk, és a gép mögött, a masina mögött állunk, és ezt mondják a fotóklubok tagja is. Azt látjuk tulajdonképpen, hogy minden fotóklubban amatőrök is, és persze művészek is helyet kapnak. Illetve amatőrből nagyon sokan fotóművészé válnak, vagy életükben hivatássá válik a fotózás is. De mindig marad a fotókörökben olyan személy, aki elsősorban inkább csak hobbiból, szeretetből fotózik. Viszont szívesen mutatják meg természetesen a képeiket, ugye a családon kívül, tágabb közösségben is, így egy településen is. A mi Duna Art fotóklubunknak is számtalan kiállítását láthatták már, itt az érdiek nagyobb kiállításokat, vagy kisebb kiállításokat a kis fotógalériánkban. Most azonban vendégeket is hívtak. Bizonyára az ilyen vendégjárásnak mindig az a következménye, hogy akkor a mi klubunkat is majd más települések, vagy ugyanez a két település meghívja egy kiállításra, és akkor még tágabb, vagy még inkább tágul az a kör, ahol megnézhetik a fotókat. Azt gondolom, hogy ezek a fotóklubok azért is fontosak, mert szívesen fotózunk, és ugye nagyon könnyű kezelésű gépeket lehet ma már kapni. Azért azt gondolom, hogy ennek mégis van egy technikája, vagy vannak olyan kunstok, amiket érdemes elsajátítani annak, aki fotózni szeretne. Tehát az hívunk mindenkit, tulajdonképpen az a célja is ennek a kiállításnak, hívunk mindenkit, aki szép képeket, érdekes képeket, különleges fotókat szeretne nézni, vagy csatlakozni szeretne ezekbe a fotókörökbe. Jöjjön el, nézze meg, és akár csatlakozzon is. A nyáron ugye mindenki fotózik, fiatalok, idősebbek, jöjjenek el, hát ha érdekes tanácsokat, vagy jó ötleteket kaphatnak ezekben a közösségekben. És a Szepes Gyula Művelődési Központ is számos érdi napokhoz kapcsolódó rendezvénynek ad otthont, és itt az utcabál napját, a szeptember 7-i napot említhetjük, és hát nem csak az utcabál lesz szeptember 7-én, hanem a Szepes Gyula Művelődési Központban lesz kiállítás, méghozzá a Kert Barátkör kiállítását nézhetik meg, valamint egy találkozó is lesz, ez pedig a testvérvárosokhoz kapcsolódik. Ezekről így külön-külön részletesen is akkor tudunk beszélni itt a mai műsorban. A Kert Barátkör kiállítása az pontosan mit kíván megmutatni? Hagyományos kiállításunkról van szó, és azt mondjuk, hogy a kertünk díszei, így hirdeti a Kert Barátkör ezt a kiállítást.
kiállítást, ez a cím a kiállításnak. Tóth Tamás alpolgármester úr fogja 10 órakor megnyitni a kiállítást, és valóban egész nap 10 órától 18 óráig, tehát az utcabál időtartamának nagy részében az esti órákig látogatható ez a kiállítás. Mindig nagy sikerű a Kertbarátkörnek ez a bemutatkozó programja, azért is, mert különleges növényeket, különleges terméseket mutatnak be. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt például a cukorbetegeknek, vagy a cukorfogyasztást mérséklőknek ajánlották a stevia növényt, és azt itt először a Kertbarátkörnek egy kiállításán mutatták be, hogy hogyan is lehet használni, milyen ízű ez a növény, mutatták be magát a növényt, és azóta nagyon sokan termesztik a kertjükben is. Vagy hogyan lehet különböző italokat, vagy zöld turmixokat készíteni ezekből a növényekből, tehát nem csak magát a termést, vagy a növénytermesztést, ről beszélnek, vagy mutatják be a Kertbarátkör tagjai ilyen alkalommal, hanem hát természetesen a kóstolók mellett ezeket a kis gépekkel által létrejött kis turmixokat, vagy megfőzött ételeket meg is lehet kóstolni természetesen. A tavalyi évben különleges burgonyákat mutattak be, a Martonvásári kutatóból kapta különleges burgonyákat a Kertbarátkör tagjai, és azt lehetett megkóstolni. Bízom benne, hogy most is különleges burgonyákat nézhetünk és kóstolhatunk meg, vagy vihetünk haza esetlegesen, hiszen ez az alkalom a csereberéknek is egy helyszíne ilyenkor, tehát az, aki szívesen fogadja, vagy egymástól a Kertbarátkör tagjai gumókat, hagymás növényeket, ilyenkor csereberélni is lehet. Ajánlom mindenkinek, egy szép kertvárosban élünk, tekintsék meg ezt a kiállítást, hiszen mindenki szívesen ápolja a kertjét, az utca frontját, legyenek szép virágaink, és persze szép gyümölcseink vagy terményeink a család hasznára. Jöjjenek el! A kiállítás az mettől meddig látható? 10 órától 18 óráig, és csak ezen a szombati napon, szeptember 7-én látogatható, és tekinthető meg, vagy kóstolhatók a bemutatott táplálékok. És hát a testvérvárosok találkozójáról se feledkezzünk meg, ez is tulajdonképpen az Érdi Napok programsorozat részét képezi. Igen, 2013 az Európai Polgár Éve, és ennek a szlogennek a nevében, vagy jelmondatnak a nevében hirdették meg ezt a testvérvárosi találkozót. Nem konferencia, hanem inkább egy kerekasztal beszélgetés lesz a művelődési házban. Ért testvérvárosainak delegációiból lesznek résztvevők, és szólnak ehhez a témához, vagy beszélnek erről a témáról, hogy ők a településükön, a városokban hogyan biztosítják, vagy hogyan segítik azt, hogy európai polgárrá válhassunk, illetve mit tesz az Unió a polgárokért, az unióban élő polgárokért. Erről lehet hallani és beszélgetni. Bizonyára minden település más-más aspektusból, vagy más-más szempontok alapján tart majd egy előadást, vagy bemutatkozást. Érdemes erre a programra is eljönni 9 órától. A Művelődési Házkamara termében lesz ez a program. Ez általában egy hagyományos találkozó? Valóban egy hagyományos konferencia jellegű találkozó. Több témája volt már ennek a találkozónak, a nemzetiségek, a kisebbségek, a kultúra is volt már témája, és akkor a Művelődési Háznak a közösségi kulturális programjairól is beszéltünk. Tehát mindig más témát vett fel tulajdonképpen ez a találkozó az Európai Unión belül, illetve érdekességként a mi testvérvárosaink is ilyenkor az ő különleges hozzáállásukat mondják el, vagy mutatják be, hogy ők abban a témában mit tesznek, milyen szolgáltatásokat, lehetőségeket teremtenek. És ezen kívül még szintén maradjunk az Érdi Napoknál, szeptember 13, hát ez is a Szepes Gyula Művelődési Központban lesz, mármint ehhez a dátumhoz kapcsolódó program, méghozzá mindazoknak kedveznek, akik a zenés programokra kíváncsiak. Igen, valóban. Dúdold velünk, ez a program címe. Gergely Róbert és Némedi Varga Tímea tulajdonképpen egy zenés kis estje. Szeretettel várunk mindenkit, mivel Gergely Róbert azt mondta, hogy ő egy tiszteletdíj nélkül itt él a városunkban, szívesen mutatkozna be a Művelődési Házban, így mi is ingyenesen teremtettünk erre lehetőséget. Ez egy éljenek vele, ne hagyják ki. A program címe is már vonzó, én azt gondolom, hogy dúdold velünk, ki ne szeretné az édesbús, vidám, vagy kedves dalokat, a slágereket, jöjjenek el, hallgassák meg ezt a programot, este 6 órától ingyenesen el lehet jönni hozzánk, lehet belépőt előre is igényelni, akkor az helyre szól, illetve még a helyszínen is biztosan megteremtjük a lehetőséget, hogy akik jönnek, azoknak is legyen lehetőségük leülni. Gergely Róbert bemutatkozása, ez érdemes itt a művelődési
művelődési központban? Igen, igen, Gergely Robert Érdre költözött, megkereste a művelődési házat, mi is örömmel fogadtuk, sőt a jövő évben, hogy előzetesen mondjam, már színházi programokat is megbeszéltünk vele, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szövetségünk jött létre Gergely Roberttel. És szeptember 14-én és 15-én két napon keresztül szintén kiállítás, ez pedig a kaktusz körhöz kapcsolódik, hát akkor igen, valószínűleg a kaktusz kiállítást lehet majd látni a művelődési központban. Igen, hagyományos kiállításunk ez is, a kaktuszkör nagyon szerettei a művelődési házban. Igaz, ők nem csak ősszel, hanem egyszer korábban az év elején, tavasszal is, amikor már virágoznak a kaktuszaik, azt is akkor is szívesen mutatkoznak be, de az érdi napok keretében egy kicsit hangsúlyosabbá válik ez a kiállítás. Két napon keresztül szombaton és vasárnap lehet jönni hozzánk. Szombaton dr. Solti Ádám biológus nyitja meg a kiállítást 10 órakor, de nem csak kaktuszokat, illetve így persze elsősorban kaktuszokat lehet látni, de pozsgás növényeket, pozsgásokat és orchideát is. Érdemes azoknak is eljönni, akik most kezdik a kaktuszgyűjtést, vagy a kaktuszokat kedvelik, de nem tudják, hogy hogyan kell őket tartani, ápolni. Szívesen adnak itt a kaktuszkör tagjai felvilágosítást ezekről a növényekről. És ezek voltak tulajdonképpen a szeptember hónap programjai, de hát a szeptember hónappal mondhatjuk azt, hogy egy új szezon is veszi kezdetét, igen, és ide kapcsolatjuk akkor a színházbérlet előadásait, hiszen az őszi színházbérlet hamarosan hozzáférhető, illetve majd természetesen itt a programokról beszélgetünk. Milyen előadásokkal várják az érdeklődőket? Olyan vidám előadásokkal elsősorban így mondanám, amelyek a helyzetkomikumon vagy a jellemkomikumon alapulnak, tehát vagy azért, mert a színészek által bemutatott figurák, egyének olyan különleges egyéniségek, akiken nevetnünk kell, vagy akik valamilyen bonyodalmat okoznak a cselekményben, vagy pedig olyan helyzetek alakulnak ki, amelyen nekünk nézőknek is mulatni van kedvünk, vagy egyáltalán elgondolkodni, hiszen amikor azt mondom, hogy vidám darabok, azért ezek mégiscsak olyan darabok, amelyek akár a helyzetből fakadóan is érdemes közel állnak hozzánk, hiszen az életből veszik ezeket a történeteket. Pénz áll a házhoz, ez a címe az egyik darabnak, a következőnek a Mágnás Miska, és a harmadik pedig a Délután a legjobb. Ezek mind zenés darabok, jó nevű, kedvelt színészek szerepelnek benne, mint Straub Dezső, Beleznai Endre, Nyertes Zsuzsa, Fodor Zsóka, Maros Gábor, és örömmel vesszük, hogy Szóka Júlia is a Mágnás Miskában szerepelni fog, és Szóka Júliát az érdiek nagyon kedvelik, hiszen ő is itt él, érdiként tartjuk őt is számon. Jöjjenek el, vegyenek bérletet, és szórakozzanak velünk ezen a három előadáson. Milyen helyzetben vannak azok, akik szeretnének bérletet vásárolni? Még nem késtek le semmiről? Még nem késtek le semmiről, szeptember hónapban még nyugodtan vásárolhatnak bérletet, hiszen októbertől indulnak az előadások. És a Szepes Gyula Művelődési Központhoz kapcsolódóan egy pályázatról is beszéljünk, hiszen ez is egy újdonság most így az intézménnyel kapcsolatosan. Érdekeltségnövelő támogatásban részesült az intézmény, ez egy pályázatnak köszönhető, és ehhez az önrészt pedig az önkormányzat biztosította. Hát mit jelent pontosan az, hogy érdekeltségnövelő támogatás, illetve mire fogják ezt felhasználni? Igen. Valóban, ez az önkormányzatnak egy önerőt kell felajánlania, és ehhez tesz hozzá a kulturális kormányzat támogatást. Nagyon sok település szokott erre pályázni, Érd is minden évben, külön köszönjük ezt az önkormányzatnak, hogy minden évben ad önerőt ehhez a pályázathoz, ez évben 1,5 millió forintot, és ehhez mintegy 700 000 forintot, tehát a felét meg tudtuk pályázni. Technikai eszközökre fogjuk költeni, elsősorban a színházteremnek a fénytechnikáján szeretnénk javítani, azt szeretnénk bővíteni, illetve a vetítés technikánkat egy projektor vásárlásával. A fennmaradó pénzből pedig székeket, asztalokat, tehát bútorzatot szeretnénk venni, hogy a közösségeink, a klubjaink elhelyezéséről, vagy minél kényelmesebb elhelyezéséről tudjunk gondoskodni. Tulajdonképpen ezzel a pályázattal, az önkormányzat támogatásával együtt, így a művelődési háznak a saját pénzéből nem kell költenie technikai fejlesztésre, hanem ez plusz forrásként jelentkezik, amelyet köszönettel tartozunk. Amúgy ezen kívül vannak a lehetőségek, pályázati lehetőségek.
a Szepes Gyula Művelődési Központ számára. Igen, lesznek lehetőségeink a rendezvényekre, ez éppen kevesebb a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál nagy rendezvényekre lehetett pályázni az ősszel. Nekünk már nem volt nagy rendezvényünk ebben az évben, de a jövő évben bizonyára fogunk tudni még pályázni. Kisebb kirándulásokra, illetve művészi programokra tudtunk ez évben is kisebb összegeket. Ezekről természetesen, hogyha aktuálisak lesznek, akkor beszélgetünk itt a stúdióban. Én köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy beszámolt a szeptember havi programokról. Köszönöm én is a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták. Műsorunkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is. További kellemes szórakozást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!